Az ATV Klasszikban, színészóriások hete, Rónai Egon húzós műsorából. Kuszti Péter, 68 éves színművész, rendező. A Színművészeti Egyetem volt rektora, egyetemi tanár, a doktori tanács elnöke. A Madách Színház korszakos művésze a 70-es, 80-as években. Legutóbb a Soproni Színház tanácsadója volt. Több mint 100 filmben szerepelt. Kossuth és Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. A Széchenyi Akadémia tagja. A kérdés, akarod-e, hiszel-e magadban eléggé? Ez egy idézet Huszti Pétertől, önön magától. Jó estét, szervusz! Szervusz! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ez a kérdés, hogy az ember akarja eléggé? Igen, most már egyre biztosabb vagyok ebben, ahogy visszatekintek itt az évszámok elhangzottak, hogy úgy érzem, hogyha nagyon akarja, és még egy fontos szó van itt, a hit, hogyha hisz. Ez még egy idézet, talán csak mindjárt az elején, mert lehet, hogy ez kapcsolódik majd a beszélgetésünkhöz, hogy olyan viszek magammal ilyen idézeteket az életemből, de érdekes, hogy nem a nagy monológokat, tehát nem a lenni vagy nem lenni, vagy nem az ormonológot a Cyranóból, hanem sokkal kisebb dolgokat. De egy, amely végigkísérte az életemet, ez az éjjeli menedékhelyben játszottam, és a Pécsi Sándor játszotta a Lukát, a menedékhely öreg varázslóját. És van egy, én egy tolvajt játszottam, aki meg akar javulni, és akkor oda mentem hozzá, és szerettem volna, hogyha valaki ebbe segít, az Isten, és megkérdeztem tőle, hogy ide hallgass öreg, azt mondd meg nekem, hogy van-e Isten. És most is, ahogy ezt mondom, szinte látom magam előtt a Pécsi Sanyi arcát, ezt a kis gomnyi szemecskét, ahogy még összehúzta, és borzasztó hosszú szünetet tartott, és azt mondta, hogy ha azt kérdezett, hogy van-e Isten, ha hiszel benne, van, ha nem hiszel benne, nincs. Amiben hiszel, az van. És ezt úgy vittem magammal. Ezt a te életed igazolta is? Tehát amiben erősen hittél, amit nagyon akartál, azt tudtad megcsinálni? Nem feltétlenül sikerült, de azt sikerült mindig? Azt sikerült, amiben hittem, és nagyon fontos még az akarás, de talán nekem még fontosabb volt a hittem, a hit, hogy hiszem abban, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy erre alkalmas vagyok, akármi ez az életben. Nagy küzdő vagy? Csak nem látszik? Nem. Talán érdekes, hogy talán két dolog van, amit nagyon nehezen tolerálok, vagy ami nagyon távol áll tőlem. És az egyik éppen a harc. Tehát harcolni valamiért, vagy harccal megszerezni. Lehet, hogy úgy is alakult az életem, hogy erre nem is nagyon volt szükség. De mint ahogy a gyerekeim észrevették meg egész kiskorukban, hogy nem tudok rosszul lenni attól, hogy elvesztek egy társasjátékot, vagy teniszbe, vagy nem tudom mibe. Soha nem roppantam ettől össze. Úgy érzem, hogy ha valamiért nagyon kellene harcolni, vagy az majd az közel áll ahhoz, hogy valahogy nem biztos, hogy az pontosan az én feladatom, vagy az én munkám, azokat talán elkerültem. De ebből feltétlenül nem következik, de lehet, hogy így van, hogy könnyen el is engedsz dolgokat. Tehát, hogy jön és gondolkozol, enyém, nem enyém, akarom, nem akarom, annyira nem akarom, és akkor mehet. Igen. Ez így van? Igen. És utóbb nem szokott fájni? Megnézed mondjuk mással a saját szerepedet, és volt. Azt mondod, de ezt neked kellett volna. Volt rá példa. Igen. És ez nagyon rossz? Nem is olyan nagyon rossz. Ezt én azért kérdezem, mert ugye rád szokták mondani a szakmában, hogy mindent megkaptál, és te vagy az a színész, aki a megfelelő pillanatban, sőt, még talán hamarabb is sokszor kapta meg, tehát nem kellett sorba állnod, megvárnod, hogy tisztuljon előtted az út. Ott volt az út. Ráléptél, és mentél az úton. Ez hogy alakult neked így? Egyik adta a másik szerepet? Ezen gondolkoztál már, hogy mitől fogta a szerencse, vagy a csoda tudja ki és mi a kezedet? Hát sokáig nem volt időm ezen gondolkodni. Annyira
egyik feladat után jött a másik. Ehhez természetesen kellett egy színház, kellett egy rendező, egy igazgató, az Ádám Otto, vagy kellett a Várkonyi Zoltán, akik így hittek bennem és hittek, de főleg most mondjuk a Madách Színházi rengeteg szerepről beszélek. És arról a 40 évről, hát ez rengeteg. Ahogy utólag visszanézek, azt észrevettem, hogy igen, jöttek a feladatok, és látszólag olyan simán ment minden, vagy nem is látszólag, hanem mondjuk, hogyha valaki úgy nézett engem, és aztán rájöttem, hogy ami egyáltalán nem volt nehéz föláldozni valamit, például rengeteg hétköznapot, nyarakat föláldozni arra, hogy a következő szerepre készüljek, mert abban volt egy ilyen ki nem mondott megállapodás például az Ádám Ottóval, hogy ő ugyan valóban hosszú évekre rám tette a Madách Színház fősúlyát, de ő elvárta ugyanakkor azt, hogy viszont én is adjam oda az életemet a Madách Színháznak. Valamit valamiért. Valamit valamiért. És ez volt néha, hogy kicsit úgy fölkaptam a fejemet, amikor mondta, hogy jött egy film, és a Fábri Zolival én megbeszéltem, hogy ezt nem te játszod, mert éppen készülsz a második Lajos királyra. De tulajdonképpen ezt meg se beszélte. Mert ez olyan természetes volt. Ilyenkor az ember nyel egy hatalmas. Hát egy hatalmas nyel. Ez az én életem mégis. És aztán egyszer csak elkezdődött a munka, és szóval ilyenek voltak, és az úgy valahogy nyilvánvaló lett, hogy ne rádiózzak délután, vagy tévézni, akkor tévézzek, amikor nem játszom a színházba. De ez nagyon jó volt, és úgy tulajdonképpen kitöltötte teljesen az életemet a családdal együtt. Két olyan pillanatról tudok én, igen, aztán majd lehet, hogy nem így van, és helyre teszel, amikor színházigazgató úgy lehettél volna, hogy annak nagy súlya van. Az egyik pont Ádám Otto után a Madách, igen, a másik meg a Nemzeti. Igen. Svajda után. Ádám Otto után miért nem akartad a Madáchot? Hát ha vihetted volna tovább az örökségét, akitől annyi mindent kaptál. Hát igen, az például egy, hát igen, és lehet, tudtam, hogy ez, mert ez egy fontos kérdés, és ez benne van az én életemben, és benne van az ország életében is, úgy érzem. Tehát az Ádám Otto lemondott, ő akarta, a társulat akarta, a város akarta, a társulat akarta, ez egy nagyon fontos dolog volt, és akkor ez az akarom-e azt, amit akarok, amiről mi beszéltünk, itt az akarom volt a kérdés, és rájöttem, hogy, és meg is mondtam mindenkinek, hogy én nem akarok színházigazgató lenni. Akkor valahogy ezt éreztem, hogy én sokkal szabadabb vagyok. Ez egy nem lustaság, de minden esetre egyfajta önzés volt részemről. Én borzasztóan szerettem volna rendezni, és borzasztóan szerettem volna játszani. Kevésbé szerettem volna egy színház életével foglalkozni. Viszont nem... lehető lenne drámai színház ma is a Madách Színházban. Igen. Ez igen, ezért sok szemrehányást kaptam aztán később. És ugye akkor belekerült az is, hogy már nagyon erősen az életemé vált a Színház és Filmművészeti Egyetem, mint tanárnak, először tanársegéd, adjunktus, stb. A szamár létre, abszolút. De az is benne volt az életemben, úgyhogy akkor nagyon határozottan, és ezt mindenki elfogadta, nem nagy örömmel vágták a pofákat, de minden esetre ezen túljutottunk. Aztán lettél rektor az egyetemen. Igen. Annak vége lett, és egyszer csak bementél a színpadra a Nemzeti Színházban, és azt mondtad, hogy jó estét kívánok, kedves kollégák, én vagyok az új igazgató. De ez egy hétig tartozott. Mi történt? Ott elvállaltad, és aztán elmenekültél? Hát valami, mondjuk egy kicsit komplikáltabb a történet, de valami ilyesmi van, hogy borzasztó sokáig hangzottak a nemek, ezek a határozott nemek, aztán éppen a rektorsággal kapcsolatban mondták, hogy talán te vagy az a pasas éppen, aki összetudod majd hozni azokat, ahogy az egyetemen megcsináltad. Az egyetemi tanárok, és főleg egy ilyen kis országban, és főleg színházi emberek nem feltétlenül szeretik egymást egy egyetemen. Talán... Békét tudtál teremteni? Igen, igen. Békét tudtam teremteni. Azt hitted, hogy a politikában is lehet ezt? És én nem hittem. Azt hitték, akik erre engem predesztináltak, vagy kértek, vagy nyomtak, vagy passzíroztak, hogy ezt én meg tudom csinálni. Politika. Belekerül a másik szó, ami a harc, a másik, ami tökéletesen idegen tőlem, ez a politika. Nagyon távol van, teljesen idegenül mozgok bele. Na most csak akarom mondani, az én... Majd még egy mondat elég térjünk vissza. Jó, csak igen, tehát tulajdonképpen azt akarom csak mondani, hogy... És akkor
elbizonytalanodtam, és úgy éreztem, hogy igen, hát hogyha ez ennyire, és nagyon sok felől jött ez a kérés, hogy igen, próbáld meg, és akkor bekerültem a Nemzeti Színház, hát nem, a színpadra nem álltam, és nem mondtam azt, hogy én vagyok a ti igazgatótok, de bementem abba a színház igazgatói lovakterembe, ami hát nem tudom, tizen, nem tudom hány méter hosszú, és elkezdtek csöngeni a telefonok, és mindenféle ilyen pártok, olyanok is, amikről én nem is tudtam ezt szégyellem bevallani. Általában a telefonnal kezem, nem én, hanem ugye akkor már titkársága van, egy főig. A pártok bejutottak hozzá. Hát nem? A telefon, igen. De hogy igen, és akkor csak azt kérdezte mindenki, hogy ki fogod dolgozni, ki nem fogod dolgozni. Senki nem kérdezte meg azt, hogy milyen színházat akar csinálni, hogy milyen darabokat akar játszani. És egy hét alatt kiderült, hogy én, aki kimondottan azt mondom, hogy idegenkedem a harctól, meg idegenkedem a politikától, ott álltam egy csatatér kellős közepén, és a politika ütötte a fejemet, úgyhogy egy hét múlva. Azt kudarcként érted meg, egy hét után bedobtad a felől között? Több mint kudarc. Nem is a bedobást, maga az a hét, amíg én erre a nagyon határozott elhatározásra jutottam, az nagyon-nagyon... Kevés alvás, sok idegesség? Rengeteg. Több is, igen. Az egy komoly. Abból mi igaz, hogy te a Madásban, Hajdanában pártitkár voltál? Ezt most komolyan kérdezem? Annyira nem voltam pártitkár, hogy én... Komolyan, mert ugye két dolgot mondanak, az egyik az az, hogy kvázi a rendszer ellensége voltál ott házon belül, de nem nagyon. Igen. A másik az az, hogy hát pártitkár volt, persze. Na jó, akkor most mondok még, hát hogy egy kis szint vigyünk ebbe bele. Soha életemben nem voltam pártag, ezt úgy mondom, hogy itt látják és hallják, persze. Nagyon sokan látják, tehát ezt abszolút... fényévenyerekre voltam a pártól, de a 80-as években a Madách Színház művészei, édes kollégáim, akiket egyébként ez nem érdekelt, elkezdtek betömörülni a pártba. És 80-as évek. És nem értette senki, mindenki kérdezte, én Ádám Ottóval beszéltem, mondom, ez mi? Azt mondja, felnőtt ember vagy, mindenki felnőtt ember, döntse el, hogy mit akar. Dönts, így döntsél, úgy. És akkor annyian tömörültek be, hogy elkezdődött egy duma, hogy ez miért van. És volt egy tüneményes titkára a Madách Kamaraszínháznak, aki rengeteg kérdés után egyszer csak azt találta mondani, hogy a Madácsban a párton kívüliek tisztogatják a soraikat. És tulajdonképpen alig maradtunk kinn, annyira nem voltam soha, életemben nem volt semmiféle közöm. Honnan jöhetett ez a pletyka akkoriban? Ez hát friss. Hát azért pletykákban jól állunk, hát azért sokat hallottál magadról? Elég sokat. Ezt például nem hallottam. Ezt még, na hát akkor egyet tudtam én is szolgálni. Nem tudom, hogy a következő történetben lesz-e pletyka, vagy sem, majd ez mindjárt ki fog derülni. Minden esetre kollégám egy régi barátodat és színésztársadat kereste meg. A mi találkozásunk nagyon régre tehető vissza. Tulajdonképpen már a színművészeti, akkor még főiskolán az első igazi nagy megmérettetésem az hozzá kapcsolódik. Harmadéves koromban beálltam a negyedikesek vizsgájából, a 12 dühös ember című darabot ő rendezte, és ez meghatározója volt a pályának, hiszen Ádám Otto, a Madách Színház akkori igazgatója, ezután a vizsga után odajött hozzám, és azt mondta, hogy ha negyed évben nem lontja el a vizsgákat, akkor lehet, hogy találkozni fogunk. Úgyhogy ennek én akkor is nagyon örültem. És hát azóta itt vagyok ebben a színházban, ami ugye ennek a következménye. Én egy olyan embert ismertem meg a Péterben, aki rettenetesen hasonlít az én világlátásomra. Az ő első mondata az, hogy szeretet, a második az, hogy figyelem, a másikra való odafigyelés, és a harmadik az, hogy nyugalom. És én ugyanígy próbálok, akár mint kezdő rendező is dolgozni, ahogy ő dolgozott. Önnála soha nem volt, egyetlen hangos szó nem hangzott el. Nyugalom? Az fontos ezen a pályán? A tiéden? Nekem nem. Valószínűleg ez személyre szabott. Nekem borzasztóan fontos. Én
ahogy mondtam, ez a harc valahogy e körül van. Kell valami egymás iránti feltétlen bizalom az én megítélésem szerint azokban, amikben játszom, vagy azokban, amiket rendezek. És ez a tanításnál is valahogy így jött. Ezek túl szép szavak, úgy tűnik, mintha itt egy valami... De pedig ez egyszerűen egy olyan dolog, amiben én dolgozni tudok. Nem tudok dolgozni harcban, kiabálásban, veszekedésben, amikor nem hisznek, nem bírom az intrikákat egymás ellen. Pedig hát ez a pálya, ez erről is szól. Úgyhogy nagyon nehéz volt megteremteni, de úgy érzem, hogy ahol fontos dolgokat csináltam az életemben, azokban a darabokban, amelyeket nagyon szerettem és rendeztem nagyszerű kollégákkal, és az egyetemen is ezt meg tudtam valósítani. És ezt úgy érzik az emberek, a tanítványok is, a kicsik is. A népszerűség, ami a 70-es, 80-as években lépten nyomon kísért, hát hiszen állandóan a tévében szerepeltél, vezető színésze voltál a vezető színháznak, számtalan film főszerepét játszottad el, az mennyire táplált téged? Vagy mennyire volt pont teher? Hát igen, inkább talán teher nem, de azt minden esetre később úgy észrevettem, hogy nem csak én bújok be a szerepek bőrébe, hanem a szerepek borzasztó erősen belebújnak az én bőrömbe. Tehát megszabta a hétköznapjaimat már reggel, hogy tudtam, hogy este a Pergünt megy, vagy a Cyrano megy, vagy a Hamlet megy, nem csak fizikailag, hanem szellemileg is, tehát ha nem hangzik ez túl gyönyörűen, akkor ez valóban ezek a nagy szerepek, ezek teljes embert igényelnek, és teljes embert követelnek. Hát Hamletként viszont nem lehet óvodába vinni a gyereket, nyilván. Igen. És akkor és nem lehet leállni percenként beszélgetni mindenkivel az utcán. És nem lehet leállni, úgy van, hanem ott. Tehát mondjuk azt akarom, hogy nagyon-nagyon sokat kaptam ettől a gyönyörű pályától, és nagyon sokat adtam ennek a pályának. És most mennyit hallott? Jó, hát művész úr, derég láttam, hova tűnt? Mert hogy alig van tévé. Igen, sokat. Sokat? Sokat, sokat. És az nem rossz, mert hogy te ugyanúgy dolgozol. Hát sőt, hogy most néztem, hogy mennyi dolgozol, irgalmatlan sokat most, dolgozol. Most ez nagyon-nagyon sokat. Rossz érzés, és hát ezek, akik megszólítanak pontosan így, ahogy te mondod, és tulajdonképpen nagyon sajnálom, vagy fáj a szívem a fiatal színészekért, akiket tanítunk és nevelünk és kijönnek, hogy megszólítják-e az utcán, és hogy látják-e őket szerepekben, mert ez ég és föld, hogy az ember hogy lesz ismert, hogy válik ismerté, hogy szerepek kapcsán válik ismerté, vagy úgy, hogy fölismerik az utcán, hogy sokat televízióban műsort vezet, amit én jónak tartok, de kis fenntartással fogadom csak el. Egy fiatal színész következik, akit azért felismernek az utcán, de most nem erről fog beszélni. Huszti Péter nekem mindig egy finom angol úri ember. Nekem ő mindig, azt gondolom, hogy színészként is, ha nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb és egyik legjobb színésze. Azt, hogyha kimondom azt, hogy Huszti Péter nem létezik, hogy Magyarországon van olyan ember, aki nem tudja, hogy kiről beszélek. Tanárként is azt tudom mondani, hogy ez a finomság, ez a higgadtság jellemezte őt, és a hihetetlen nagy szakmai háttér az, amivel ő rendelkezik. És azt gondolom, hogy ez a bizonyos Csehov vizsga is nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon-nagyon szerettük játszani és csinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Csehov vizsga nyilván nehéz vizsga. Nehéz vizsga. Hát tudod, ezek nagyon nagy örömet jelentenek nekem. Hogyha kollégák vagy tanítványok így emlékeznek, és nem a dicsérő szavak, hanem... Most fontos dolgot mondtál, bocsánat, mikortól kolléga a tanítvány? Hát hivatalosan akkortól kolléga, amikor végeztünk és kezdett fogunk, de én szerintem hamarabb. Amikor érdekes módon ez egy ilyen vizsga, egy negyedéves vizsga, vagy most már van ötödévünk is, és az ember egyszer csak úgy megszűnik tanár lenni,
és inkább kollega rendező, de az is kollega, én rendezőt is úgy gondolom egyébként éppen magammal kapcsolatban, hogy az mindig, az nem egy ember, aki ül lenne egy fotelba és onnan dirigál, hanem együtt gondolkodunk. Na most a tanítványoktól az ember rengeteget kap, tehát negyed évben én szerintem már kollega, mindenféleképpen. A névjegyből, amit készítettünk ide az elejére, egy valami maradt le, szerintem az egyik legnagyobb sikered, Piros Ildikó. 40 éve vagytok házasok? Ugye ebben az évben. Most neked ezt ki kell számolni, tudom, én kiszámoltam ebben, te nem vagy jó. Nem, ezt is tudod. Igen, azt mondják, hogy ezekben te nem vagy jó. Igen. Ez nem csak ezen a pályán óriási idő, de ezen a pályán aztán különösen művészházas. Főként úgy, hogy ráadásul csomószor rendezted, most is a kései találkozásokban együtt játsztok. Ez például otthon ez soha nem okozott konfliktust? Hogy együtt dolgoztok? Ez majdnem hihetetlen, amit mondok, hogy a gyerekek, amikor egészen picik voltak, kicsik voltak, és hát ugye, ahogy mondtad, mentünk haza, na most Hamletből hazamenni, és óvoda, ez egyébként... Még az oldaladon akard egy kicsit. Igen, és ezt egyébként fantasztikusan oldotta meg, de majdnem az egész gyerekkérdést az Ildikó. Amellett, hogy rengeteget játszott. Ő mindig tudott időt szakítani, én is, amikor tudtam, de egy dolgot elintéztek a kicsik, a srácok, akik most már családapák, természetesen, hogy otthon valahogy kialakult, ez nem volt megbeszélve, hogy nem lehet hazavinni a színházat. Most ez elég nehéz, mert az ember... Hol tanulod a szerepet? A szerepet is tanultunk, míg együtt játszottunk mindig külön. Soha ő nem tudta, hogy én hogy tanulok, ő hogy tanul. Csak a színházban dolgoztunk ezen, és este nagyon, de csak azért mondom, hogy tudom, hogy ez nagyon hihetetlen, de ha ez nem lett volna, szerintem ez elképzelhetetlen. Egy házasság két színész ember között, akik együtt játszanak, és otthon ez a Molnár Ferenci, mondjuk nem olyan vígjátéki módon, mert ez inkább tragikus lett, mind a kettőknek volt rengeteg problémája. Tehát azt láttuk egymáson, hogy most baj van, és az kiderült délelőtt is a próbákon, meg este is. De valahogy azt kikerültük, és a gyerekek ebbe borzasztó aktívan részt vettek, hogy őnekik a mama a mama. És eljöttek megnézni, és csak ha már róluk van szó, mikor még kicsik voltak, akkor ez egy érdekes dolog, hogy egyszer csak rájöttünk, hogy elhatározták 8-10-12 éves korukban, három fiúról van szó, hogy ők premierre nem jönnek. Mondom, miért? Mert őket zavarta, hogy anyu, kit szeretsz jobban, anyukát vagy apukát, hogy lehet ilyen, meg hogy kire hasonlítasz. És eljöttek, aztán később is már nagyobb, tizenévesen egyetemistaként, eljöttek, váratlanul megnéztek. Előadást akarták látni, és előadást akarták látni, és nem is utána volt a beszélgetés, hanem néha 3 hét múlva. Ami nagyon érdekes. Ők igényelték ezt, hogy az az övék. Mennyire bölcsebbek a gyerekek, mint a kritikusok például. Na mindegy. Például hogy tudod rendezni a saját feleségedet? Az ember a feleségét nem tudja úgy instruálni, gondolom én, mint bárki mást. Hát talán, igen, erről talán őt kéne megkérdezni, de azt hiszem, hogy ugyanúgy. Tehát egy darabon dolgozunk. Három lépés távolságot tudsz tartani? Én nem tartok távolságot senkitől se, tehát így tőle nem, se. De attól a helyzettől. Attól a helyzettől azt meg, és annyira elvisz a darab, annyira ezt is, talán nagyon jó darabokat csináltunk. Az persze ehhez kell Arthur Miller, meg Tennessee Williams, hogy ilyen darabokon, hogy annyira elvarázsolnak és belevisznek a problémába, hogy nem merül föl bennünk, hogy én most mit mondjak, vagy mondhatom-e neki azt, hogy... Van bármi az életedben, amit annyira szenvedélyesen szeretsz, mint a szakmádat? Hát a családomat, meg a gyerekeimet. Meg a három unokádat most már. Meg hát az összetett. Három unokád. Milyen nagypapa vagy? Focizós nagypapa, meg gyerekdobálós nagypapa, meg társasozós vagy? Igen, most kezdtem társasban, nagyon rossz vagyok, amit ugye említettünk, mert te természetes. De ezt örülnek, mert van, aki veszít, tudod, ez is nagyon fontos, hogy legyen a családban, aki boldog a veszít. Inkább nem voltam dobálós papa se, inkább
olyan játék, ilyen szellemi, játszottunk az ágyon a hajó, és akkor mentünk a viharba, és az unokákkal is ezeket játszunk. Tehát ilyen történeteket, és az utcán is meséltünk, tehát inkább ilyen a Balatonban is, mikor úsztunk, akkor mindig volt valami kis történet, hogy most elérjük, akkor is föl... Olyan mondod, hogy a gyerekeid helyzetgyakorlatokat csináltatok. Akkor nem az lenne, hogy egy jó apa, hanem egy idióta. Dehogy helyzetgyakorlatok. Ők, az ő történeteiket, az ő, tehát ez a Mici Maszkó, meg a nem helyes, az ő jól is néznénk ki. Egyik se akart színész lenni? Ilyen fertőzött közegből? Igazán nem. Lehet, hogy mert az unokák közül... Te lennél újra színész? Nem. Nem? Nem. Hát mi lennél? Valamilyen... De ez most nem egy tragikus mondat, hanem csak azt gondolom, hogy ez megvolt. Ez megvolt. Most valami egész természet közeli, valami, valahogy a tengerhez közel legyen, ha újra kezdeném. Ez egy 22 éves srácról beszélek. Vagy egy hajó? Egy hajó esetleg, valami ilyesmi, vagy erdő, vagy szóval valami... Ez magányos műfaj. A színjátszás pedig csak amíg tanulod a szerepet egyébként, meg maga a közösség. Igen. Ez lenne pont az egyik legfontosabb differencia. Úgy látszik, hogy hát ez most egy kicsit túl merész és túl vad ötlet, de... Próbálkozom. De én is csak próbálkozom, mert nem gondoltam erre, hogy ilyenről beszélünk. De minden esetre igen, valami... Hát nem, tulajdonképpen az igazság az nem, akkor elárulom a nagy titkot. Szóval elsősorban karmester lennék, ami a társas játék. Az is akartam. Az igazság karmesteri pálcája nálad van? Igen. Igen, egyik. A sok közül gondolom. De mi akarnál te karmester lenni? Jaj, ezt imádom. Nagy zenekar, és akkor igen, te vagy az, aki beint? Nem, ehhez kell zene, tehát ez Mahler és Beethoven, és nem tudom micsoda, de az igazi nagy boldog, a legboldogabb pillanatom az volt, amikor a Kálmán Imre filmben a moszkvai nagyszínház zenekarát vezényeltem, szóval most kérdezel azt, hogy mondjuk Hamlet, de mikor beintettem a moszkvai nagyszínház zenekarának, szóval, de a karmester, ez kisgyerekkoromban álltam a Sámlin, szólt a Telefunken rádióban a zene, és egy kötőtűvel dirigáltam. A Károlyi kertbe vitt anyukám, és ott láttam ilyet. De ez a mai napig itt él a fejembe, és tulajdonképpen, ha van, nem vagyok, azt hiszem, nem vagyok irigy, de a karmestereket nézem. Nem csak a Bárenboim, és nem csak a Ferencsik, a többit is nézem, és azért szeretek. A kezükben meg a lelkükben a muzsika? A kezükben meg a rendező is ezt csinálja. Rendező is ezt csinálja, ez közel van. A rendező is, meg egy kicsit a tanár is tudja ezt csinálni. Tehát talán... ez a kettő fontosabb, mint a játék? Igen, ebbe biztos vagyok. Van arra terved, hogy vonulsz vissza? Az ember úgy építi a pályáját, igen, aztán építi le a pályáját, tehát elkezd kevesebbet szerepelni, elkezd többet tanítani, vagy fontosabb számára a tanítás. Van egy olyan pont, amit úgy kiböktél magadnak, amíg eljátszanám ezt, és akkor azt mondanám, hogy nem megyek színpadra utána. Van ilyen? Igen. Van. Pontosabban már tulajdonképpen ezt idén akartam, de idén ez nem sikerült, mert nagyon túl sok minden jött össze, de játszani nem is tudom, talán a régi szerepeimet játszanám, ha akad jövőre olyan, amit rendezni, amit nagyon úgy érzem, hogy akarom és meg tudom csinálni, akkor ezt elvállalom. Egyelőre egy-két dolgot mondtam, hogy ezt nem szeretném csinálni, visszaadtam. A tanítást azt szeretném csinálni, mert abban úgy érzem, hogy még nagyon sokat tudok adni, de feltétlenül én nagyon szeretném, ha lenne ahhoz erőm, hogy akkor hagyjam abba, ami nagyon közel van, akkor hagyjam abba, amikor még egy egybelévő pasas hagyja akkor abba a pályáját. Mondja, de miért nem csinálod még? Még mindig jobb, mint hogyha sok-sok ilyen nehéz helyzetet néztem végig nagyszerű barátaimmal. És éreztem, hogy ezt már nem kéne csinálni. Írtál 4 könyvet, ezek mind nagyon népszerűek, nagyon szubjektívek, nagyon személyesek, és nagyon rólad szólók, meg a szakmádról szólók voltak. Hát rendeztél, nem is tudom mennyi. Hát ez is nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Játszottál több mint 100 filmben.
van egy csodálatos családod, boldog vagy? Igen, igen. Teljes az életed? Igen, igen. Így maradjon nagyon sokáig még. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.